Kedves nézők, köszöntöm Önöket a Tabuk tények mai műsorában, és folytatjuk a dr. Tarackközi István orvos természetgyógyásszal a beszélgetés folyamot. A bioenergetika, nevezzük így, a bioenergetika különböző aspektusairól. Ugye, hogyha ez a szó fölvetődik, persze ennek a szónak is van egy olyan olvasata, hogy mit tudom én, szalmatüzelésű kályha, nem erről van szó, az élőlények közti kölcsönhatásról, és a legismertebb, amikor egyik ember gyógyítja a másikat, és minden vallásban ez megtalálható. Hát, tehát ez a kínaiaknak például az akupunktúrával vagy a csível ugyanolyan természetes, mint Indiában. Ők azon csodálkoznak, hogy mi most itt Európában az úgynevezett felvilágosult tudományos érában miért nem tudunk erről semmit, nekik ez a furcsa. És úgy lehet elvégezni most az orvos egyetemet, hogy a lélekről semmit nem hallunk, a pszichoszomatikus betegségekről semmit. Szó. De arról aztán meg pláne nem, hogy egyik ember úgymond kézrátétellel a másikat meggyógyítja. Te, mint orvos természetgyógyász, milyen tapasztalataid vannak, mi a véleményed, hol látod itt a hivatalos orvosi megközelítésnek a korlátait? Kezdjük azzal, hogy általam megírt könyv, amelynek a címe Ajna, eléggé vastag, ebben gyakorlatilag lefektetem azt az alap ideológiámat, ami a gyakorlaton alapszik, amelyben ugyanis nem csak rájöttem, hanem hangsúlyozom, hogy minden, ami az emberi gyógyítással kapcsolatos, és teljesen mindegy, hogy nevezzük, annak mindig is megvan a maga energetika alapja, illetve a természetgyógyászatnak. Mindegy, hogy azt úgy hívjuk, hogy kínai akupunktúratan, csakratan, lásd joga, lásd mahikari, lásd pránandadi, lásd theta healing, lásd kézrátétes gyógyítás, lásd reiki, lásd mahikari, és értem, stb. Lásd tai chi, lásd joga, lásd mozgásterápia, lásd lovaglás, lásd masszírozás, példákat fog hozni, ennek mindnek energetikai, kötőjel bioenergetikai alapja van. Na most, ez olyan messze áll tőle, mint Makó Jeruzsálemtől, hogy aki ezt kitalálta, az nem lehetett normális ember, viszont elnézést, hát minket arra tanítottak, hogy legyünk nyitottak, és vizsgáló górcső alá vessed, ha valami új van, érdekes van, vagy egyáltalán kételkedsz benne. Tehát így kezdődött az egész, hogy magyarul én totál kételkedtem benne. Igaz, hogy a nézők esetleg nem nagyon tudják, én Leningrádban végeztem katonorvosi akadémiát. Érdekes, hogy a reflexológia tantárgyat, a hagyományos kínakupunktúrát, a köpölyözést, a dermatovákum reflexológiát tanították. Tehát tőlem egyrészt nem volt olyan távol, nekem volt döbbenetes, hogy hazajöttem, és itthon a kollégák nem foglalkoztak vele. De nekem ez volt az érdekes. Ez az egyik. A másik, hogy amikor azt mondtam, hogy nem, gyerünk, nézzük meg, hogyan működik, mint működik, és elkezdtünk egy-kettő jó értelemben hasonló gondolkodású orvos kollégával összefogva kísérleteket végezni. Mert mondtam, én sem hittem el. És akkor mondom az első kísérletet, ami bármikor visszaigazolható. Tehát az orvostudomány azt mondja, hogy az ember testében és körötte nincs energiamező. Pont. Így van. Ez az alap. Akkor, Gyuri, mind a két csuklomra, azért egy hóven három szeget, az EKG. Hova tesszük az eredeti mérő elektródákat? Bal csukló, jobb csukló, boka, és kifekszek.
mit fog nekem az EKG kijelezni? A szív elektromos mezejét. Tudja, de hol van az ez a mező? Ez nem itt van, hanem elnézést, a csukló még kiterjedt, tehát egy 3-4 méteres körbe mindenütt itt van az, a szívemnek az elektromos mezeje. Most figyelj, mit csináltunk. Feltettük az Eichhoven háromszöget, majd az egyik úgynevezett mellkasi zárójelben megjegyzem, hogy kezdetben, még Pécsen, ugye az ezüst elektródákat a macskának megnyitottuk a koponyáját, és a belet szúrtuk az agyba, és úgy vettük le az EEG jeleket. Ma már nincs rá szükség, hisz a műszerek érzékenysége fejlődött olyan fokra, hogy már csak kívül a fejbőrre kell rátenni. Tehát nem kell beledöfni az elektródát. Pontosan, pontosan. Jó, én ezt tyúktojással megcsináltam. Na, látod. Na, és akkor most figyelj, mi történt. Eichhoven háromszög, ment az EKG, ezt a Kecskeméti Repülőorvosi Kutatóintézetben végeztük a kísérleteket, és egy ilyen vezetéket rátettünk a májra. Most figyelj! Megváltozott az EKG-nek a jele, figyelj! A májra jellemző hullám jött le róla. Ha ezt az érzékelőt áttettük a harmadik szemre, megint más rezgés jött rá. Kiderült, hogy ide-oda helyezgettük, minden ilyen szervek van egy saját rá jellemző rezgése. Most jön a legérdekesebb. Mit mondtam, hogy minden természetgyógyászati ág valahol energetika. Elkezdtük az illetőnek a talpán a máj reflexpontot masszírozni. Mit mutatott ki az EKG májpont? Megsokszorozódott a reakciója. Nem tudom, hányszor csináltuk meg, de ennél most jön a még érdekesebb, hisz mondtam, jött a távgyógyítás, a, te úgy hívod, hogy kézrátétes, én úgy hívom, hogy extrasens bioenergetika, intrasens bioenergetika, stb. Kettő-három méterről elkezdtük a májat sugarazni. Ugyanúgy kiadta a megváltozott EKG kötőjel májjelet. Ha agynára tettük, agynajel, figyelem, fejmasszázs, illetve az agynapon masszírozása, vagy energetika az agynára, és kimutatta. Csodálatos volt. Tehát, és akkor a többi orvos kollega is azt álltunk körülött, hogy nem igaz. De akkor mondom a másikat, ami megint, és akkor lehet, hogy ezt ismered, a Fizikai Kutatóintézetbe egy-két tanítványomat beívták, és így, ahogy most mi ülünk, termovideós felvétel volt készítve, a szoba átlag hőmérséklete 21 fok. Az egyik tanítványom egy energetikai átadási módszerrel, úgy hívják, hogy Mahikari, kézen keresztül elkezdett energiát sugározni az illető harmadik szemére. Az illetőn is testhőmérők voltak, a gyógyítón is testhőmérők voltak. Most figyelj! Egy olyan fél perc múlva, és a felvételt készítőnek ott van a háttér hangja, egyszer csak ilyen fehér gömböket kezdtek látni, ami ment a gyógyítandó személy irányába. Majd fehér gömb, és összeolvadt egy folyamatos fehér fény a láb. A fehér gömb több rétegből állt, mint mondtam, szoba átlag hőmérséklete 21 volt, ez 26, 25, 28 fokos gömbök mentek. A gyógyítás ideje alatt a gyógyítandó személy testhőmérséklete elkezdett emelkedni. Amikor ezzel együttőben a gyógyító személynek a pulzusa, frekvenciája, stb. Mind felfelé ment. Amikor megszakította a gyógyítást, akkor megszűnt ez a fehér fény alá. Háttérben ott van, aki készítették a felvétel hangja, hogy ez nem igaz. Hát a hő nem terjedhet kvantumformájába. Igen, így tanultuk. Így tanultuk. És nem csak, hogy kvantum, hanem réteges kvantumformába, és ugye te is biztos tudod, hogy a Földünket borító elektromágneses mezőnek a nap felől oldala az laposabb, a nap. Igen. Kitörések, stb. Sugárzás miatt, míg a túlsó része, de a lányoknak a haja, nyúlva. Ezek a gömbök, amelyek mentek, amely közeledett feléd, az egy kicsikét laposabb volt, a másik oldala kicsikét elnyúltabb volt. Azóta annyi
Akkor itt a Motus doktoréknak a kísérlete, akik a Kirlian fotoeffektussal végezték, hogy a szőlőlevélnek az ágát levágták, illetve a szárját, és hogy megmaradt a szőlőnek a Kirlian fotón az energia meszeje. Fehér adjunktussal együtt csinálták ezeket a kísérleteket. Bármikor megismételhető. Tehát visszatérve, hogy az a döbbenetes, hogy amit az orvostudomány azt mondja, hogy nincs, ugyanazt használják, csak azt mondják rá, hogy EKG. Pont. Ugye az előbb kezdtük ezt a szakrális helyek témáját boncolgatni. Tudom, hogy templomban imádkozás közben nem szoktak EKG felvételt, meg termokamerát használni, igen. Nem illik. De lehet, hogy érdekes lenne vagy színházba, természetesen. Annyira csodálatos világ ez a bioenergetika, és azon belül is a kedvenc területeim, én úgy hívom, hogy extrasensory perception system, érzékszerveken túli érzékelés. A tanfolyamaimon először... mondjam, a radiesztézián keresztül jutunk el a kézzel történő érzékeléshez. Az intraszensz tanfolyamon már ott tartunk, hogy csak így leülünk egymással szemben, és úgymond nézzük. Egy külső szemlélő ezt látja. Valójában az történik, hogy ezzel az energianyalábbal belépünk az illető harmadik szemén keresztül, végigpásztázzuk a testét, majd kijövünk, és diagnózisokat mondunk. Figyelj! Számomra mindig fontos, hogy objektivizáljam. Tehát nem én találom ki. Tehát veszek egy nagy rajzlapot, arra fölrajzolok egy emberábrát, és egyenként a 10-15 hallgatómat kikérdezem, hogy föntről lefelé haladva, ki mit látott? Most a látott szó alatt nem feltétlen vizuális látás van, mert van, aki kinesztetikusan érzékel, van, aki hangot fog hallani, van, aki szagot fog észlelni. Tehát az extraszenz érzékeléseknek más-más megjelenése van. És most figyelj, és megyünk. Ja, a fülnél kitapasztalt valamit, most 10 ember, 8, hogy a bal oldali fülével, akkor beikszelem. De most van egy páciens, és akkor oda le van ültetve, és azt kell végignézni a hallgatóknak, hogy van ez? Igen, mondom, hogy még érdekesebb legyen. Igen, ha alkalmazunk mulástechnikát, várj, akkor kezdem előről, hogy tiszta legyünk. Tehát először egymáson gyakorolnak. Miután ez megvan, Először párokba. Miután látom, hogy megy nekik, sikerélményük van, akkor jönnek a nehezített variációk, és tudom, hogy most itt egy-két nézői... Akkor jön a nehezített variáció. Elkérem mondjuk a te pulóveredet. Beleteszem egy zacskóba, bent energiagyűjtés történik, ohmkört alkotunk, és figyelem, mindenki megfogja a te pulóveredet, elképzeli azt a szemét, de nem tudják, hogy az a tiéd, belemennek az ő úgymond testébe, aurájába, mondtam, diagnózisokat áll, kijönnek. A pulóvered el van téve. Ekkor jön az a bizonyos rajz, mindent lerajzolunk, beixelünk, stb. Igen ám, csak a pulóver az a tiéd volt, de te is a hallgatók közül az egyik vagy, de te nem tudtad, hogy a te pulóveredet teszem be. Érted? Nekem is kell a kettős vakpróba, mert igen. én sem nem tudom elhinni, hogy működik. És képzeld el, amikor megyünk, igen, és akkor te megszólalsz, hogy hát igen, jó, mert valóban szemüveges vagyok, és mit tudom én, őszülök, és hát férfi az illető, de az illetőnek még a bokája, a bal bokája. Észre se veszed, hogy magadat diagnosztizálod. És amikor a harmadik kör megy, általában, akkor te úristen, hát ez én vagyok. Tehát akkor döbbensz rá, hogy a te energiameződet igen. vizsgáltuk, és utána elmondod, hogy éreztem, hogy történik velem, mint ahogy mindenki bennem járt volna. Ennek van még egy nehezítettebb formája. Mivel 18-20 évet csinálom,
ma sem szűnök meg csodálni. Ez a francia szó mulás technika, báb technika. Lekérem egy embernek az energiamezejét. Most figyelj, több száz kilométer. Nincs még ruhája, sincs itt semmi. Leteszem az ómkör közepére. Megkérem a hallgatókat. A tanult módszerrel vizsgálják meg, megvizsgálják. Most figyelj, mindent fölírunk, az utolsó. És képzeld, amikor a hallgató megszólal, hogy itt valami szívmilletű probléma lesz, és akkor a szíve az, igen, meg magas vérnyomás, igen, a méhében, méhizomdaganat, igen, stb. Igen, jó. Az egyik megszólal, azt mondja, ez egy nagyon idős nénén, a csípőüzletet teljesen ki van, és van mellette egy kutya, olyan kis, ilyen kis kicsi ekkora kutya, olyan kis foltos kutya. Mondom, uraim, kész, mindenki? Ott a szemük látára fölhívok egy telefonszámot. Elnézést, tanfolyam, ezt és ezt mondták önről, föntről lefelé haladok. Ön szemüveges? Igen. Milyen magas vérnyomás probléma? Igen, van nagyon súlyos magas vérnyomás. Szívével? Igen, szívbillentyű beültetés volt. Igen. Gyomorbéltartós? Nincs semmi bajom vele. A csípőüzletével? Jaj, ne is mondja, az egyiket műtötték, a másik teljesen ki van. Tehát így végig megyünk. És mondom, még azt szeretnénk megkérdezni, hogy hol van most, és mi van az ön jobb lába mellett? Hát kint vagyok a kertbe, a hobbi kertbe, és mellettem itt van egy kis kutya. Köszönöm. 150 kilométer volt a távolság. Igen, igen. És figyelj, 90% pontossággal. Mindegy, hogy ki mit mond rá. Így van. Sajnálom. Működik. Velem fordult elő, tehát ez nekem a személyes élményem, hogy jöttem haza egyszer a KFK-ból éjszaka biciklivel, és megcsúszott a hátsó kerekem a ilyen nedves faleveleken. A 180 fokot fordultam, repültem egy hatalmasat, és úgy estem le, hogy a tarkóm egy éles kőre esett. Elájultam. Fél óra múlva magamhoz tértem, hazatántorogtam, a biciklim tropa lett, és onnantól kezdve brutális fejfájásaim keletkeztek, de annyira, hogy munkaképtelen lettem, és fél évig táppénzem voltam, és eljött az idő, amikor azt mondták, hogy ha nem tudok dolgozni, akkor jön a rokkantosítás, és onnantól kezdve 30-valahány éves koromban rokkant nyugdíjas leszek. És ugye jártam orvostól orvosig, az egyik fehér színű pirulát írt föl, a másik feketét, mindenféle szín kombinációt, élénkítőt, nyugtatót, stb. És aztán a sors szeszélye folytán egy Szafjonov nevű orosz gyógyítóval összehozott a sors valahol Esztergomba. Sose látott engem, sose találkoztunk. A Szafjonov azt mondta, álljon föl. Így végig húzta a kezét előttem, úgy 20 centire, nem ért hozzám, 20 centire. Azt mondja nekem, fiatal ember, amikor maga született, az egy nagyon nehéz szülés volt. Azt érzem, hogy a koponyájába az egyik éren érszűkület van. Viszont érzem, hogy meg van dagadva a koponya velő állománya, és az feszíti, elnyomja azt az eret, és ezért van az állandó fejfájás, erőtlenség. Viszont azt is látom, hogy olyan cipőbe jár, ami bőrtalpú, és amikor jár, mindig egyfajta ütés, és ez az ütés ezt a megduzzadt velő állományt zavarja. Azt javaslom, hogy tegyen egy kis szivacsot a sarka alá. Hát mondom. Hát ezért jöttem, ezért fizetek egy szivacsért. Mondom. Hát már annyiféle tablettát ettem, most a szivacsot a sarkam alá betenni, hát Istenem.
és 3 napon belül újra tudtam beszélni. Addig már beszélni se bírtam, állandó fejfájás. Onnantól kezdve 1 héten belül munkaképes voltam. Na most ezt hiába jártam pszichológushoz, belgyógyászhoz, agykurkászhoz, akármi, egyike sem tudta megmondani, csak ez a Szafionov nevű orosz extraszensz, aki viszont egyébként úgy arra is képes volt, hogy adtak neki egy gyerekjátékot, törött lábú falovat, meg tudta mondani, hogy ez kié volt. Szóval az eszem megállt. Igen, nekem ezek voltak a sorsfordító momentumok a kutatói pályám során, mert ha valaki nekem ezt csak úgy mondja, akkor azt mondom, hogy hát hülyeségeket én is ki tudok találni. Igen. Hát nekem ilyet ne dumáljanak. De ez vészhelyzetben volt egy életemnek egy nagyon tragikus szakaszában, fájdalmas, és ez a Szafionov segített, kihúzott a totál bajból. Na onnantól kezdve másként gondolkoztam ezekről a jelenségekről, de érteni nem értettem. De onnantól kezdve... Elkezdett kutatni. Ugyanez volt feleség. Azt gondoltam, hogy igenis a biológiában, az életben sokkal-sokkal több van, amit mi tudunk, és ugye, hát én mindent az energia oldalról közelítettem, mert ahhoz értettem, vagy azt gondoltam, hogy ahhoz értek, azt gondoltam. És ez nagyon-nagyon megváltoztatta a gondolkodásomat, de gondolom, te ugyanígy találkoztál. Ugyanez, szinte detto. Esetek százaival. Igen. Nem sokára, már csak 3 percünk maradt ebből az adásból. Majd a nézőknek mondom, hogy az Istvánt szeretném kikérdezni a következő adásba, hogy mit gondol ezekről a jelenségekről, hol kéne ezt megtalálnunk a tankönyvekbe vagy a tankönyvöken kívül, és hogy mennyire tanulható ez, kell-e valami egészen különleges Isten áldott adottság ehhez, vagy pedig te valami beavatással bepöccinted az illetőt, és utána megy. Na, nem kell erre most azonnal, mert ez nem fér bele 1-2 percbe, de szeretném már így a tanfolyamaid kapcsán is, hogyha elmondanád, hogy hát van egy populáció persze, és akkor ki lehet-e szelektálni azokat, akik ebben tehetségesek, és azokat is, akik kutyaütők, soha nem lesznek erre alkalmasak, mert egyáltalán nem mindegy, hogy az életben ki hogy kezeli ezeket a saját energiáit, hogy tudja kivédeni az életben óhatatlanul jövő kríziseket, hogy tudja magát után tölteni energiával. Nos, a nézőknek csak így felvezettem azt a kérdéssorozatot, amit szeretnék majd neked... Állok rendelkezésedre. Neked föladni, és persze nem felejtjük el a Győri templom esetét se, amit már az első beszélgetésben megígértél, de nem került rá eddig sor. Na. István, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és most vagyunk a beszélgetés sűrűjében, de most éppen le kell állnunk, mert lejárt az időnk, és a nézőknek pedig megígérjük, hogy Isten bizony a következő részben innen fogjuk folytatni. Köszönöm szépen, István. Én köszönöm.